2024-ben nagy újítással érkezem nektek, ami nem más lesz, mint a podcast. Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor videókat nem tud nézni, meg egy idő után belefárad a videók pörgetésébe a socialben, és elvész a lényeg, tovább pörgeted azt, ami tulajdonképpen érdekelne. Ráadásul az ilyen rövid videókban nem is nagyon lehet kifejteni a szakmai részt, hiszen egy idő után elkezdi unni az ember, vagy teljesen másra kezd el figyelni, viszont podcastekben nagyon jól lehet egy kicsit szakmázni is. Ezt az egész Élménykertész podcastet én úgy képzeltem el, hogy meghívok különböző vendégeket, akikkel aztán beszélgetek. A legkülönfélébb témáról, díszkert, veteményes, növényvédelem, mit ültessünk a kertbe, hogyan alakítsunk ki egy díszkertet, és ezeket a 15-20 perces epizódokat te bármikor tudod hallgatni, reggel munkába menet a kocsiban vagy a tömegközlekedésen, főzés közben, minden olyan alkalommal, amikor egyébként nem tudnál videót nézni, szóval akár még kertészkedés közben is lehet majd őket hallgatni kint a kertben, kint vagy a jó levegőn, teszel-veszel, és közben egy fülhallgatóval nagyon jól tudod hallgatni ezeket a podcasteket. Viszont ahhoz, hogy élvezhető legyen a tartalom, szükségem van a ti segítségetekre is. Kommentben tessék megírni, hogy ti kiket hallgatnátok szívesen. Ki legyen az, akit én meghívok vendégként, és milyen témáról hallgatnátok ti szívesen bármilyen podcastet. Mivel nem magamnak gyártom a tartalmat, hanem nektek, nagyon fontos az, hogy olyan témákról beszélgessünk, ami titeket is érdekel. És ráadásul olyan személyekkel, akikre ti kíváncsiak vagytok. Szóval kommentelésre föl, tessék nekem megírni azt, kivel hallgatnátok szívesen 15-20 perces kötetlen podcast beszélgetést, na meg azt is, hogy milyen témákról. Havi 3-4 darab podcastet tervezek, már fel is lehet iratkozni egyébként Spotify-on a podcast csatornára, ahol meg fognak majd jelenni a podcastek, és minden hónapban a kertészkedés egy-egy szegmenséről lesz egy-egy podcast. Ami azt jelenti, hogy lesz a díszkertről, a veteményesről, a növényvédelemről, és persze kerti tippekről is podcast. Szóval kommentelésre föl, mindenki írja meg, kit hallgatna szívesen és milyen kertészkedős témában, én pedig leszervezem, felveszem, megvágom a podcasteket, amit aztán mindenki tud hallgatni, és reményeim szerint nagyon sok okosságot fogunk tudni összeszedni a vendégekkel ezekben a podcastekben, amiket ti tudtok majd hasznosítani a kertészkedésben. Kommentelésre föl, várom az ötleteket, és amint kész van az első podcast adás, jönni fogok vele.